tettek már tőlem furcsa dolgokat, amikor vele mentem valahova, de azt, hogy koszosan érkezzek, az még sosem. Na ma ez lesz! Az egésznek az az előzménye, hogy van egy srác, akit én 20 éve ismerek. Rácz Rolinak hívják. Nem mondom, hogy matchboxokat tologattunk együtt, de egy lakótelepen nőttünk fel, egy általános iskolába jártunk, és neki van egy autókozmetikája, amit már 3 éve csinál. Most ért oda ő is, hogy megérkezett. Azt csinálja az életében, amit szeret. Autókkal foglalkozik. Eljutott oda, hogy tegnap kigurult a 999. autó, egy gyönyörű tűzpiros Skoda a műhelyéből. És ki lesz az ezredik? Igen, ő! Kit lesz az ezredik autó, és ezért kérte Roli, hogy ha lehet koszosan érkezzem, hogy legyen rajta mit csinálni. Ő nagyon készül, Knight Rider-es plakátot csinált, be van készítve a filmnek a zenéje, és egy ilyen kisebb családi napot szervezett köré, kaja, pia, reklámtollak, minden. Tibi ugye megcsinálta egy évvel ezelőtt, gyönyörű kerámiát tett rá, szépen kipolírozta, de akárhogy is óvom a fényezést, és tényleg nem törölgetem szárazon, attól függetlenül, mivel állandóan pucolgatom, keletkeznek rajta a kisebb hibák, amiket nem baj, hogyha eltüntetünk. Ja, ami a legmenőbb dolog ebben az egészben, szirénázó tűzoltóautó fog engem felvezetni. 10 órakor kezdődik a banzáj, és 9.45-re van megbeszélve, hogy az előző falu határában várnak egy nagy piros tűzoltóautóval, akik egészen Rajkáig szirénázva fognak bevezetni. Ott valaki áll kint. Aha, ott vannak. Sziasztok! Nem tudom, jó helyen járok-e. Azt mondták, hogy bazinagy piros tűzoltót keresek. Hello! Bekapcsolták a szirénát? Ez azért menő, állnak félre az autók! Ja, rögtön a mosóba, értem? Hogy honnan jött? Egyenesen Kaliforniából érkezett hozzánk. Ein Mann, ein Auto. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Ez volt a sorrend. Ez volt a jó sorrend. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Igen. Okay. Tehát most egy kicsit átadom a kamerát, sziasztok mindenkinek, köszönjük a kíséretet. Sziasztok. És Zsoltit kifejezetten kértük arra, hogy ezt az autót koszosan hozza el hozzánk. Rajtam nem múlott, belementem minden pocsolyába, amiben lehetett. Szerintem ilyet még ő se csinált sose. Nem, tényleg nem. Na, a lényeg az egészben az, hogy ez az autó kerámiázva volt. A kerámiázott autónak mindig az a lényege, hogy tisztán kell tartani. Látjátok a kerámiával? A lényeg az, hogy lefolyik volna a víz, úgyhogy jól kell állni áttad. Most így ezt elnézve, rájöttem, hogy az elmúlt 14 évben ehhez a kocsihoz mosópisztolyt rajtam kívül még senki nem fogott. Ha parti van! Ugye ilyenkor megint lehet várni egy kicsit, de most mi nem ennek a hapnak a hatására várunk, hanem mi megcsináljuk a saját magunk hatását. Erről mi jut eszedbe? Autót simogatunk mindig, mert úgy kell vele bánni, mint egy családtal. És a lényeg az, hogy soha nem erővel csináljuk, hanem csak szépen simogatjuk.
szépen mindenhol áttöröljük. És még a nap is kisült nekünk itt a végére. Kerámia és kerámia között hatalmas különbségek vannak. Nem akartam rosszat tenni Kitnek. Köszönöm. Hogy azok a szerek, amik nálam vannak, azok jó kerá. És hála Istennek kompatibilis hozzá, úgyhogy nincsen semmi probléma. Három évvel ezelőtt nyitottam meg Sztárkár néven az autópozitikámat. Voltam olyan hülye, hogy a pandémia legvégén nyitottuk ki, amikor általában mindenki bezárni szokott. Mindenki azt mondta, hogy hülye vagyok, ami az első pár hónapban igazolódott is. Ugyanis tényleg úgy éreztük a dolgot, de hála Istennek ez egyre jobban beindult, és most már mondhatom azt, hogy megy ez a dolog magától is. Nagyon sok helyről keresnek meg minket és jönnek el hozzánk. Igazából ami miatt mi itt összegyűltünk, az az ezredik autót elértük három év alatt. Tanakodtunk, hogy mi legyen az ezredik autó. Az jó legyen, és hogy tényleg mindenki lássa. Zsolti barátom, akit egyébként már 25 éve ismerek. Miért mondtad ki? Felvettem vele a kapcsolatot, hogy én Kittet akarom. Nekünk most itt az ezredik autó. Fogadjátok nagy szeretettel, és reméljük, hogy innen kezdve is ugyanígy fog menni ez a kozmetika, mint idáig ment. A milyen zene vár? But I'm where I need to be. Nobody's stopping us from flying. Don't kill this mood, just singing na 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 na. Won't make it harder for your mind. Just dancing on the water ride. Ajándékba kaptam minden röpiterméket, ami fölösleges volt, nekem ezek jók lesznek. Sajnos nem próbáltam magarászni valamit a Nightline-re, de nem találtam. Jó, nem tudom, nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy hogy mi köszönjük, hogy... Köszönöm szépen! Desztillát vízzel, ugye? Oda nézzetek a... Aztán. Nagyon menő. Na, akkor nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást. Én köszönöm szépen. Remélem, hogy sikeres volt. Remélem, te is jól érezted magad. Abszolút. Köszönöm szépen. Na, sziasztok! Szia. Hello! Ennyit a szép és tiszta autóról, nézd! Rajkán tűző napsütés, hazaérek Győrbe, szakad az eső. Mondjuk a szélvédőre rakott cucc, ez jól működik, mert nézd meg, egyet megy az ablaktörlő, és mintha hajszárítóval lefújták volna a vizet róla. Ez tényleg jó. No, Rolikám, akkor megvan a nagyon koszos autó, amit kértél. Jöhetek még egyszer?